A TikTok hétfőn bepereli az amerikai kormányt, jelentette be a videó megosztót birtokló kínai ByteDance vállalat szóvívője vasárnap. Az Egyesült Államok kormánya még augusztus elején egy szeptemberben életbelépő rendelettel tiltotta meg állampolgárainak a kínai cég videó megosztó alkalmazásának használatát, mivel az álláspontjuk szerint több százmillió millió amerikairól gyűjt információkat, és azokat a kínai Kommunista Párt rendelkezésére bocsátja. Elhalasztottam a tárgyalásokat Kínával. Nem akarok foglalkozni velük azok után, amit velünk és a világgal tettek. Amit Kína tett a világgal, azt korábban el sem tudtuk képzelni. Tehát valóban töröltem a megbeszéléseket, mondta az amerikai elnök a két ország közti feszültség kapcsán. A kínai kormány már a rendelet kihirdetésekor is hevesen tiltakozott, ezúttal pedig politikai manipulációnak nevezte azt.